üdvözlöm Önöket, a következő fél órában a megújult mintagazdát látják a Kölcsei Televízió mezőgazdasági műsorát. Lássuk a mai témákat. Szeptember elején megkezdődtek az őszi betakarítások. Az almatermesztő gazdák és a felvásárlók már érzik az aszályos időjárás következményeit. Elmentünk és megnéztük, hogy mi történik az almával az ipari feldolgozás során. Az idei aszály miatt jelentős bevételkieséssel számolnak a dohánytermesztő vállalkozók. Ahogy a mögöttem látható kukoricáson is látszik, az idei időjárás nem volt éppen kegyes a növényekhez, illetve a mezőgazdasághoz. A műsorunkban annak is utána jártunk, hogy milyen kultúrnövényeket érintett a száraz időjárás, illetve hogy ki és milyen kárenyhítése számíthat. Sajnos Szabolcs-Szatmár már Pereg megyét 2015-ben elég komoly haszálykár sújtotta, mint ismert, nagyon kevés csapadék hullott az elmúlt hónapokban. A kalászosok betakarítását követően szinte elenyésző volt az a csapadék mennyiség, ami esett, így a még betakarítás előtt álló mezőgazdasági termékek szinte mondható azt, hogy mind haszálykár által valamilyen mértékig károsodtak. Legfőképpen a mi előzetes adataink szerint tapasztalható az a kukorica és a burgonya vonatkozásában jelentős mértékű a terméskiesés, de jeleztek a szájkárt dohánytermelők, illetve télalmatermesztők is. Az aszálykárra, illetve kárenyhítésre azok jogosultak, akik jelentkeztek a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerbe, és szeptember 15-ig a hozzájárulási kötelezettségüknek eleget is tettek. Aki nem tett eleget szeptember 15-ig, vagy nem tesz eleget szeptember 15-ig a fizetési kötelezettségének, hozzájárulási kötelezettségének, az sajnos későbbiekben ebből a keretből nem igényelhet a kárai enyhítésére vonatkozólag semmilyen összeget. A termelők azon kívül, hogy van ez a fizetési, illetve hozzájárulási kötelezettség, még van egy fontos időpont, amit be kell tartaniuk, az pedig az, hogy november 1 és november 30 között a kárukat írásba a mezőgazdaság és vidékfejlesztési hivatal felé jelezniük kell. Ez után válhatnak jogosultá a kárenyítés összegére. Megkezdődött a kukorica betakarítása, viszonylag még kis területet takarítottak be, de azon a területen 24 mázsás termés átlag jött ki, ami a tavalyi 90-100 mázsához viszonyítva jelentős terméskiesést mutat. Hasonló helyzet a burgonya esetében. A burgonyánál a tudomásunk szerint 120 mázsás betakarítási termés átlag mutatkozik, a tavalyi 200 mázsához viszonyítva. Sajnos ezek mind olyan mértékű kiesések, amit a termelők nagyon nehezen fognak tudni pótolni. Napraforgónak a hozama elmarad a térségben vagy a megyei átlaghoz képest 2,5-2,7 volt tavaly, ez most lecsökken egy 2,1-2,3-re. A kukorica is a 65 mázsa 6,5 tonna volt tavaly hektáronként, most a betakarított mennyiség 3,1 tonnát mutat, ez szinte 50%-os kiesést jelent, de én úgy gondolom, hogy ez javulni fog, amikor a jobb területeket is vágjuk. Ez inkább, amelyik az aszály miatt felsült kukorica, azokat próbál meg betakarítani, és akkor előtérbe veszik azokat a területeket, és amit kalászossal vissza szeretnénk vetni. És a betakarított növényeknek a minősége, az hogyan befolyásolja majd azt, hogy a gazdáknak mennyi lesz végül a bevétel kiesése? Hát a betakarított mennyiség és az olajtartalma a napraforgó esetében elmondható, hogy az átlagostól valamivel jobb, a kukoricának és a minőségével nincsen kifogás, inkább az, hogy a súlya könnyű, ugyanis az aszály miatt nagyon meg van száradva. És ez a jobb minőség, ez képes lesz arra, hogy az aszály miatti terméskiesést majd a felvásárlási ára kompenzálja? Elképzelhető, hogy javít rajta, ugyanis a felvásárlási ára is 103 ezer forint tonnánként, ez a tavaly egy ilyen 98 ezer forint körül volt, és
ha nézzük, hogy valamennyivel kevesebb is terem, talán korrigálhat, vagy segíthet azon, hogy nem gazdáknak nem lesz olyan nagy mértékű a visszaesés a árbevétel vonatkozásában. Ugye a kormányzati célra a szója termesztés ösztönzése, ez a megyékben mennyire jellemző? Hát a mi megyénkre épp nem jellemző ez a szója termesztés, de az, hogy bevezette a kormány termeléshez kötött támogatást, ez serkenti a gazdálkodókat arra, hogy próbálj meg ezt a növényt is megtermelni, ugyanis a fehérje növényeknek a termelését támogatják, és a szója az állattartók esetében ugye külföldről hozzuk be, ez GMO-s is lehet, és mi megpróbálnánk a GMO-mentességünket megtartani, akkor létfontosság, hogy a szóját is termeljük meg a takarmányokat. Nagy várakozás előzte meg a napraforgót, mert ugye abban tudatban vagyunk, hogy a napraforgó egy aszálytűrő növény, ezért kíváncsian vártuk, hogy milyen termés átlagok lesznek. Hát sajnos meg kell állapítanunk, hogy tavalyi évhez képest egy fele termés várható. Minőségben úgy gondolom, hogy megegyező a tavalyival, a termés kiesés, azt meg tudjuk, hogy egyértelműen az aszályra vezethető vissza. Az almatermesztő gazdák és a felvásárlók is érzik a csapadék hiányos időjárás következményeit. A tavalyi év erős almatermés átlaga és az idei év időjárási viszontagságai elég heterogén almatermést hoztak, de mit jelent ez, hogy heterogén idén a termés? Tavaly nem csak a megyében, hanem országosan, sőt Európában is nagyon komoly, nagyon magas termésátlagok születtek az almás kertekben. Ennek kétféle következménye lett az idei évre viszonyítva. Egyrészt, hogy ugye alacsony felvásárlási árak miatt talán a gazdáknak jóval kevesebb volt az árbevételük. Másrészt viszont nem alakultak ki azok a termőrügyek a tavalyi évben, amiből az idén virágok keletkeztek, majd szerencsés esetben alma lenne most jelen pillanatban a fákon. Ez így nagyságrendileg mekkora különbség a tavalyi vagy akár a korábbi évekhez képest? Nagyon nehéz átlagot vonni az idei év, ugye a tavalyi évet mindenki tudja, hogy mennyi almája termett, de nagyon nehéz az idén átlagot vonni, nagyon nehéz termést becsülni egyáltalán, mert ültetvényenként, fajtánként, fánként is, sorokon belül is nagyon-nagyon heterogén az eloszlása a gyümölcsöknek, a terhelésnek. És hát ugye vannak olyan fajták, mint például a Jonagold, vagy a Golden, vagy a Mucu, amelyek alapvetően hajlamosak erre, hogy alternanciát jelentsenek bizonyos években. Most éppen milyen bedolgozás vagy feldolgozás folyik, és melyik almát születelitek éppen? Jelen pillanatban a gála születének a befejezésénél tartunk. Erről azt kell tudni, ez egy augusztus végén, szeptember elején érő fajta. Több menetben szoktuk születelni, ugyanis a színeződés a gála fajtáknál erősen meghatározza az eladási árat, nem csak a méret. És jelen pillanatban már háromszor színeltük le a gálát, és most a maradék sérült, kisebb méretű gyümölcsöket leráztuk a fáról, és ipari almaként értékesülnek ezek az almák. Ha már említetted az értékesítést és az árakat is, hogyan változik idén az ipari léalma, illetve az étkezési almára? Nagyon remélem, hogy az ipari almára az feljövőben van, egy 24-25 forinttal indult augusztusban, most ha jól tudom 31 vagy körülbelül ennyi az ára. Az étkezési alma az lényegesen komolyabb áremelkedést mutat, mint amennyit valószínűleg mutatni fog az ipari alma felvásárlási ára. Ugye tavaly volt ez az állami felvásárlási láz, hogy úgy mondjam, és meghirdették ezt a 27-50-es kilónkénti árat, amiről a Fruit Webnek a prominens képviselője azt nyilatkozta, hogy ez a termelők számára elfogadható. Hát ez egyáltalán nem elfogadható. Ehhez képest most mi 150 forint plusz áfáért adtuk el a gálának a 75 mm pluszos részét, ami ennél kisebb és piros alma, szép alma, azt mi a hűtőházunkba betároljuk. Meg tudod mutatni nekünk ezeken az almákon, hogy mi ez a minőségbeli különbség? Mert ugye az árban az elég jelentős, ránézésre melyik az, amit többet ér, illetve melyik az, amelyik például ipari alma? Hát ebbe étkező almát szedtünk, mérettől függetlenül ez a harmadik
hullám, amit a fákról leszüreteltünk, hát mindenképpen a 30-40%-a piros legyen az almának. Ezt az idén nagyon nehéz volt elérni, pontosan emiatt a 38 fokos hőségek miatt, ami még a múlt héten is volt, tehát volt még emellett egy nagyon erős gyümölcshullás is, és hát ugye ennek nem szabad, ennek hibátlannak kell lenni ennek az almának, sem száraz hibának, sem semmilyen elváltozásnak nem szabad lenni, és viszonylag szabályos alma alakjának. Tehát a deformált alma azt jelenti, hogy kevesebb a mag benne, amiből az következik, hogy nem tárolható. Ezt pedig nem szabad ugye nyilván betárolnunk. Az ipari alma, itt éppen szét van szólva, nem szedtük föl. Az ipari alma sérült, repedezett, zöld, színtelen, fogyasztásra teljesen alkalmatlan, viszont az ipari feldolgozásra teljesen alkalmas és jó. Ezek után elmentünk és megnéztük, hogy mi történik az almával az ipari feldolgozás során. Mögöttem látható egy léalma felvásárló üzem silója, ami már elkezdett megtelni almával. Ebben az üzemben mi készül és milyen áron tudják értékesíteni? Ebben az üzemben almasürítmény készül. Ezt az almasürítményt általában Európába, főleg Nyugat-Európába értékesítjük. Az értékesítési ára pedig lineárisan változik az ipari alma felvásárlási árával. Az mit jelent, hogy most mennyibe fog kerülni egy kiló? Tavaly 0,7 euró körül volt egy kiló sürítmény, most 1,2-1,3 euró között van. Hogyan kerül ide az alma, és jelenleg éppen mire számítanak, mennyiért vásárolják fel ezeket a gyümölcsöket? Ide évente körülbelül 1000 termelő hozza be az almáját, ebben vannak kis termelők is és nagyobbak is. Általában a környékből jön be ide az alma. Ebben az évben kevés alma termett. Az mit jelent, hogy a tavalyi évhez képest? Tavalyi évhez képest körülbelül a harmada, és ez abból is látszik, hogy folyamatosan nem tudunk dolgozni. Van, amikor egy-két-három napig csak gyűjtjük az almát, és azután kezdjük el az ipari feldolgozást. Ezzel kapcsolatban a felvásárlási ára is változott? A felvásárlási ára tavalyihoz képest jelentősen változott. Pillanatilag 29 forint plusz áfa, illetve kompenzációs felárért vesszük. Tavaly ugye 12, illetve a kereskedőházas felvásárlási alma az 15 forint plusz áfa áron történt. De nézzük meg akkor, hogy mi történik az almával, miután behozták ide kamionokkal. Silókból vizes úsztatása felhordószalaghoz kerül az alma. Felhordószalagon kap egy tiszta vizes mosást, majd a válogató asztalon a feldolgozásra alkalmatlan almát kiválogatjuk belőle. Ezt kézzel válogatják? Ezt kézzel válogatjuk. Ezt követően ledaráljuk, és a darálmányt pedig a prészszalagokra juttatjuk. A prészszalagok két egymás fölött lévő szalag közé megy a darálmány, ahol 5 bar nyomással és különböző méretű hengereken keresztül, mintegy 15 méteren át préseljük folyamatosan, ezzel érjük el azt, hogy az 1 kg almából 80-90 deka közötti levet lehet kipréselni. Ezután mi történik a kipréselt almalevet? Ezután a kipréselt almalevet pasztőrizáljuk 95 fokon, pasztőrizálás után pedig különböző derítési folyamatokon megy át, az a derítési és szűrési folyamatokon megy keresztül ez az almalé. Itt a szűrésnél a legkisebb szűrési méret az 0,3 mikron. Tehát ezeket a részecskéket szűrjük le az almaléből? Így van, mert keményítőt, pektint ki kell belőle vonni, mert ezek alkalmatlanná teszik a sűrítményt a későbbi tárolásra. De ha jól értettem, ez még mindig csak almalé, nem sűrítmény. Hogyan lesz így van. A sűrítmény? Ezt követően kerül a sűrítőre a szűrési folyamatok után. A sűrítésnél gőzzel sűrítünk vákum alatt, ezzel érjük el azt, hogy 100 fok alatti hőmérsékleten tudjuk 4 lépcsőben besűríteni ezt az almát, és ebből lesz egy 70 brixes, körülbelül mézként, méz színű és olyan állagú folyadék. Ezzel történik még valami utána, vagy egyből a piacra kerül? Ezt tároljuk, tehát lehűtve tároljuk, és ezt követően pedig kamionokkal kiszállítva értékesítjük.
Ugye elhangzott már néhány izgalmas szám, de vegyük már át azt is, hogy egy kiló almából mennyi sűrítmény állítható elő, vagy pedig egy kiló sűrítményhez mennyi alma szükséges? Ez szezontól és az alma természetes refrakciójától függően változik. Ez általában 7-8 kiló almából készül 1 kg sűrítmény. Ez az idei évben hogyan alakul? Az idei évben a refrakció az jobb, mint az elmúlt évben. Ez azt jelenti, hogy tavaly 8-9-10-es refrakciói almával is dolgoztunk. Az idén 11-12-13-as refrakciói almák is vannak. Akkor elmondható az, hogy idén kevesebb az almatermés, viszont az sokkal jobb minőségű. A minőség az összetett, refrakcióban jobb, de egyéb anyagokban nem biztos, hogy jobb, a beltartalmi anyagokban. Tehát sűríthetőség szempontjából többet kell vele foglalkozni, nehezebben vannak benne olyan fehérjék, amelyek nehezebben csapódnak ki. Az aszályos időjárás így az élelmiszeripar érintett képviselőire is hatással van. Nekünk is rosszabb, nem csak a termelőnek, azért, mert nem tudunk folyamatosan dolgozni. Tehát, hogyha egy fél napot állunk, akkor a dolgozók is itt várják az almát, a kazán lehűl, és az egész sűrítési folyamatot újra kell indítani. Nekünk egy-egy ilyen leállás, beindulás félmilliós nagyságrendű költségbe kerül. És az aszály így akkor közvetetten, vagy akár közvetlenül is hatással van az elkészült léalma árára? Természetesen. Tehát nekünk is magasabbak a költségeink, és a világpiacon verseny van, mi versenyzünk a termelő almájáért, és ezt a ebből készült sűrítményt pedig nekünk el kell tudni adni. Tekintettel arra, hogy a dohány és késői betakarítású növények közé tartozik, és amit nem tudtak öntözni, itt is értelemszerűen mind mennyiségi és akár minőségi károk is keletkezhettek a dohányültetvényekbe. A 2015-ös esztendőben a nyári időszakban rendkívüli aszály sújtotta a dohánytermő területeket. Sajnos emiatt jelentős kiesés várható. De mint ahogyan ez lenni szokott, az időjárás megpróbálja pótolni önmagát. Augusztus 22-én egy elég jelentős mennyiségű csapadék esett, és ennek köszönhetően a dohányok visszazöldültek, és a korábban mintegy 20-25%-osra becsült kiesés várhatóan részben kompenzálódni fog, de arra vonatkozóan, hogy ez most milyen arány mellett fog megállni az elmúlt évhez képest, erre most még hitelt érdemlően nyilatkozni, én úgy gondolom, hogy nem lehetséges. A felvásárlási árral kapcsolatban mire számítanak? A felvásárlási árral kapcsolatban a ULT Magyarország érdekkörébe tartozó termelők esetében az elmúlt évi ár nagyságrendje várható, bár az aszály miatt a minőség is gyengébb, mint a korábbi esztendőben volt. Nagyon jó lenne, ha az elmúlt évi árat elérné. A Dofer esetében valamennyivel kedvezőbb a felvásárlási ár. Elméletileg itt elérheti, vagy minimális mértékben meg is haladhatja az elmúlt évi felvásárlási árat. Jól látszik tehát, hogy az idei aszály miatt jelentős bevételkieséssel számolnak a dohánytermesztő vállalkozók. A gazdák is a dohánytermesztésben foglalkoztatottak számára az idén megváltozott Európai Uniós támogatási rendszer, valamint a hazai forrásból megvalósult támogatások hozhatnak jelentős változásokat. Sokat változik most a dohányágazatnak a támogatási helyzetképe, hiszen az Európai Unió kivonul a termelés finanszírozásából, nem lehet ezt ebben a formában folytatni, viszont a magyar kormányzat elkötelezett a dohánytermesztés és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatás fenntartásában, úgyhogy nemzeti forrásokból, különböző jogcímeken 2015-ben és 2016-ban is 5 milliárd forinttal segíti annak a termelési és foglalkoztatási potenciálnak a fenntartását, ami eddig is működött, és ezt a következő években is attól függően, hogy hogyan alakul a termelés helyzete, fennmarad-e ez a szintű mostani több mint 5000 hektáros termelés, és ez a közel 20000 embert foglalkoztató termelési potenciál, ennek megfelelően folytatni kívánjuk. És milyen jogcímeken lehet majd ezeket igénybe venni?
Alapvetően a mezőgazdasági támogatások esetében, és itt a dohánynál egy olyan csekélyösszegű támogatást, tehát egy olyan típusú hektáronként összességében, mint egy 900.000 forintnyi támogatást tudunk több bonyolult jogcímek keretében folyósítani és biztosítani, amely azt szolgálja, hogy a termelők fenntartsák a termelést, fenntartsák a foglalkoztatást ezeken a területeken, és lényegében a végén ezzel a támogatási szinttel a mostani gazdasági helyzetet stabilizálhatjuk. Lássuk, mit mond az aszály miatti kártérítés lehetőségéről a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal regionális vezetője. Aszálykár abban az esetben fizethető, hogyha azt a miniszter úr 2015. október 31-ig közleményében meghirdette, hogy aszálykár sújtottabb terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei terület. Azok a termelők jogosultak majd a kártérítésre, akiknek az adott növényből ebbe az évbe a kiesésük eléri a 30%-ot, az árbevétel 30%-át, illetve összességében nézve az üzemi árbevételük 15%-tól nagyobb mértékbe csökken. Mit jelent az az üzemi árbevétel? Hát ez azt jelenti, hogyha egy termelő több lábon áll, és van neki búza, kukorica, burgonya, az üzemi árbevétel, annak a három terméknek az összes árbevétele, míg az aszálykár esetében, hogyha burgonyára jelent be aszálykárt vagy kukoricára, akkor ott a 30%-ot meghaladó hozamérték kiesésnek kell lennie. Tehát egybe is vizsgáljuk az összárbevételét, üzemi szintű árbevételét, illetve növénykultúránként is megvan határozva egy bizonyos mérték, ami jogosultá teszi őt a kárenyhítés igénybevételére. Október 15-éig van idejük a kertigépvásárlás támogatásáról szóló pályázaton nyertes gazdáknak, hogy beszerezzék a megvalósításhoz szükséges okmányokat és igazolásokat. Ezek után a kifizetési kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus felületén lehet majd benyújtani. Május 18-án lehetett beadni a kertészeti gépekre pályázatot, tehát eszközbeszerzése kimondottan. A beadási határidő az ugye május 18-tól július 1-ig terjedt, viszont nagyon nagy volt az igény, és gyakorlatilag a 18-án az első nap már ki is fogyott a keret. Később a 10 milliárdos keret, később ezt a 10 milliárdos keretet 5 milliárddal megtolták, és körülbelül egy 15 milliárd forint az, amire úgy lehet számítani, hogy szétosztásra kerül. A jóváhagyó határozatok azok augusztus környékén jöttek meg, tehát augusztusban kaphatták készhez az ügyfelek a jóváhagyó határozatokat, meg természetesen az elutasítókat is, és nagyon szűk a határidő, tehát eredetileg október 5 volt a megvalósítási határidő, ezt október 15-ére tolták ki, nyilvánvalóan azért, mert maga a határozatok is későn jöttek meg. És ugye ez egy utófinanszírozásos pályázatról van szó, itt csak azok a projektek számítanak befejezetnek, amelyek megtörtént a fizikai megvalósulás, és a pénzügyi teljesítés is megtörtént. Tehát az eszközt meg kellett vásárolni, és hogyha az eszköz rendszámra kötelezett eszköz, tehát mondjuk egy erőgépről van szó, akkor természetesen azt forgalomba is kellett helyezni. Ez azért is szűk, tehát általában azért a határidő az sokkal hosszabb szokott lenni. Most olyan pénzekről beszélünk, amit az elmúlt időszaknak a vidékfejlesztési hátramaradt összegei, ezt évvégig mindenképpen ki kell fizetni az államnak, hanem ez megy vissza az Európai Unióhoz. És nyilvánvaló mindenkinek érdekel, hogy ez a pénzösszeg a gazdáknál maradjon, ez a gazdáknak is, a hatóságnak is, az országnak is. Az viszont, tehát egy gépvásárlás az hosszadalmas folyamat. Tehát a gépet ugye meg kell rendelni, azt le kell gyártatni, azt készletre kell a kereskedőnek venni, és csak utána jöhet a maga az értékesítés is. Hogyha azok a kereskedők, akik nem rakták készletről dolgoztak, vagy megrendelés alapján, ott azért elképzelhető, hogy ezt a feszített határidőt nehezen vagy nem tudják tartani. Bízunk benne, hogy azért kereskedő kollégák számítottak erre, és
úgy rendelték az eszközöket is, hogy az pontosan azt meg tudják vásárolni, ki tudják fizetni, és esetleg, hogyha még forgalomba kell, akkor forgalomba is tudják helyezni. Alapvetően ez úgy néz ki, hogy amikor megvan a támogatási határozatom, ott az adott gépre, amire pályáztam, vagy a gépkatalógusból kinézett gépre, vagy az árajánlatos gépeimre, hogyha pályáztam, ugye azt meg kell vásárolni. A megvásárlás során keletkező dokumentumokat kell csatolni. Itt elsősorban ugye van a számla, akkor a számlának a pénzügyi teljesítési bizonylatát, tehát azt a bizonylat, a bankszámla kivonatot gyakorlatilag, hogyha a megvalósítás hitellel finanszírozott, akkor a finanszírozási szerződést kell még csatolni. Ezek mellett azokat a dokumentumokat, amit egy átadás átvételhez szükséges. Tehát csatolni kell az átadás átvétele jegyzőkönyvet, az üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az eszköznek a garancia levelét, ez nagyon fontos, valamint van egy úgynevezett minőségi bizonyítvány, azt is csatolni kell az elszámoláshoz. Tehát ezek, meg hogyha esetleg a számlának valami mellékleté volt, akkor természetesen még a számlának a mellékletét. Tehát ezek önmagában a számla és a pénzügyi teljesítés mögé ezek a dokumentációk szükségesek. Akár ilyen, vagy ehhez hasonló gépeket is vásárolhatnak azok, akik nyertek a kerti gépvásárlási pályázaton, aminek a megvalósítási határidejét kitolták 2015. október 15-éig. A kertészeti gép beszerzésben a legnagyobb siker, vagy a legnagyobb érdeklődés az tulajdonképpen a 100 lóerős traktorok kategóriájában volt. A nagy többség az ezt a gépet szerette volna betenni a pályázatba, és akkor ezen kívül még, amit a traktor után lehet szerelni munkagépet, itt elég nagy volt a paletta, amiből lehetett válogatni, tehát voltak benne mulcserek, amit ugye a kertészetben elég sokan használnak, voltak benne permetezők. Nálatok mi van ebből itt az udvaron? Hát nálunk például ott arrébb mögötted, majd hogyha esetleg azt megnézzük, ott van egy axiálos permetező, akkor itt van, ami igazából nem kimondottan kertészeti gép, de mivel a szemenként, vagy a csemege kukorica is benne volt, mint kertészeti növény, ezért a szemenkénti vetőgépet is be lehetett a pályázatba illeszteni. Ebből is adtunk el elég sok darabot. És ezeket milyen finanszírozási konstrukciókkal tudták megvenni az érdeklődők? Hát van egy része az ügyfélkörnek, aki készpénzre, tehát saját erőből valósította meg a teljes beruházást, és akkor utólag kapja meg ugye a 35-45%-ot, valamint a másik része, aki pedig banki finanszírozást vett igénybe. Hát ő náluk szóródott a kép, hogy ki mennyi önerővel indult, tehát ez általában úgy volt, hogy 10-20% önerő, és akkor utána plusz áfa, és utána pedig a banki finanszírozás fedezte a többi részét. Ennyi fért a szeptemberi műsorunkba, legközelebb 4 hét múlva találkozunk, amikor is többek között majd utána járunk az AKG pályázat részleteinek. Attól függ, hogy milyen vállalást vállalnak az ügyfelek, különböző mértékű támogatást kapnak rá. A támogatás az normatív alapon a területre jár. Magam és a kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. Októberben találkozunk, addig is látogassanak el a weboldalunkra. A viszontlátásra!